Tehát az avokádót beleszeltük, van benne fokhagyma, olívóolaj, akkor lemmagolaj, kis pici tökmagolaj, de olivában van a legtöbb só, rengeteg fokhagyma, és ott az a fehér, az meg a csicsóka. A csicsókát sem nagyon kucolgatjuk, de jó erősen külön kettével leszedjük a héját, lejön a héja, mint az új krumplinak, és az kerül bele. Valamint átmostam a szotyolát egy ilyen szűrőn folyóvíz alatt, és akkor úgy tettem bele a csiráztatott szotyit. Úgyhogy ez lesz leturmixolva, és akkor egy nagyon finom krémet kapunk, amit légmentesen üvegbe, ha elrakunk, a teteje egy picit bebarnul, de öntünk rá olívaolajat, akkor az se. Tehát el lehet tartani, el lehet vinni 10 óraira, egy kis pici üvegbe, ekkora kis üvegbe az árható, akkor el lehet tenni, be most szállított csipkebogyóban. Egyébként tehetünk bele ebből is. Csak ez most száraz, ilyenkor ezt nem aprítja le, ezt előtte áztatni kellene. Úgyhogy nem sokára akkor leturmixoljuk.